Nagy szeretettel köszöntjük a kedves nézőket, önök VNTV-t, vagy Viva Natura televíziót látnak ezenből is ezoterefelét. Kedves vendégem Suma, szervusz! Szervusz, köszöntök mindenkit! Még nem voltál itt soha nálunk, én nagyon örülök, hogy végre elfogadtad a meghívásunkat, és egy különleges témát szeretnék veled átbeszélgetni. Konkrétan az én spirituális fejlődésem egyik nagy állomása volt, akkor a te beszélgetésedet láttam Szepes Mária nénivel. Ezt nem is mondtad soha. Ezt nem is mondtam, mert nem beszélgettünk még idáig soha. És nagyon kevés embert engedett ő magához közel. Tehát ő azt mondta, hogy elég sok emberrel beszélgetett már, aki igazán beszélgetni tud, az abból kevés van. És akkor nagyon-nagyon fiatalok voltunk, és mégis olyan érett kérdéseket tettél fel neki. És a beszélgetésünk végén oda szeretnék eljutni veled. Egyrészt az, hogy akkor milyen élményeid voltak vele, hogy ma, ha itt élne közöttünk Szepes Mariska néni vagy Mária néni, akkor milyen tanácsokat tudna adni a mai fiatalságnak, és azt a kis felhangot én hozzátettem még, hogy kallódó ifjúságnak. Tehát menjünk az elejére, hogy kerültél te kapcsolatba a Szepes Mariska nénivel, hogy kerültél a közelébe, hogy szeretett meg téged, mi volt az a te részed, amit ő elfogadott, befogadott, és mi volt neked a legtöbb, amit belőle megtapasztaltál? Hú, de sok kérdés egyszerre. Szerintem a spiritualitásra való nyitottsággal születtem. Ezt nem kívánom most részletezni, hogy kék madár, őt kísérő kék angyal, már 5 évesen milyen csodákat kaptam és transformáltam magamban. Úgyhogy amikor a legelső spirituális segítőmmel, egy Ibiduba vagy Dubaibolya nevű hölgyel megismerkedtem, akkor azt éreztem, hogy mint a kiszáradt földnek úgy kellett az információ, amit ő árasztott. Ez ezelőtt 3-4 évvel volt, tehát rendszerváltás előtt vagyunk, amikor azért Magyarországra nem igazán jöttek még be ezek a típusú információk. Legfeljebb keletről, Indiáról, jógával kapcsolatos, csakrákkal kapcsolatos könyvekről olvashattál. És utána fedeztem fel az Ibiduba után a Szepes Mária néni könyveit. Emlékszem, hogy volt olyan 5 évem, utólag már döbbenten néztem vissza magamra, hogy szép irodalom nem volt a kezemben. Pedig előtte nagy versimádó voltam, mert mindegy, többször a színművészetére felvételiztem, minden évben 200 vers, 15 monológ részlettel. De még a szép irodalom se érdekelt, olyan szinten szippantott be, és amikor 29 éves koromban, most 48 leszek, tehát ez már majdnem 20 éve, kaptam egy munkát az A3M-SZAT, akkor A3 TV-ben, akkor tudtam, hogy most lehetőségem van arra, hogy olyan embereket is megkeressek a televízión keresztül, akiket hát könnyebb egy médián keresztül megtalálni. Végülis ez egyébként a médiában levésnek szerintem az egyik legnagyobb varázsa, hogy te privát emberként nem biztos, hogy felhívnád, nem tudom én, Hankis Elemért, vagy Csányi Vilmost, vagy bárkit, de te, mint televíziós, ezt egy keretben megteheted, és így voltam Mária nénivel is, és előtte megalapoztam ezt a felkérést azzal, hogy több mint egy éven keresztül úgy olvastam a könyveit, hogy volt egy spirálfüzetem, amiben csak a felmerülő kérdéseket írtam a könyvei olvasása közben. És aztán végén ez a spirálfüzet félig betelt kérdésekkel, és akkor nagyon erősen szelektáltam, hogy mi az, ami mást is érdekelhet, nem csak engem. És nyilván ez egy olyan erős tőke volt, tehát azért ez nem jellemző, hogy ennyire felkészülsz valakire, hogy egy évig a munkáiba bele mélyedsz. Hogy ez az alap, ez valami olyan stabilitást adott, hogy amikor beléptem a Mária néni második kerületi Júlia utcai lakásába egy stábbal, ami azt jelenti, hogy vagy 6-8 ember, mert 2 kamera tudott, hangosítós, világítós, kutyagumi, akkor Mária néni már óriási egója volt, egy ilyen gurupózban ült, és közölte mindenkivel, te oroszlán vagy, akik beléptek, te bika, te ez vagy, te az vagy, rám néz, te is oroszlán vagy, azért vagy ilyen erőszakos. Mondom, ikrek vagyok, és nem erőszakos, hanem erős. Ez volt a legelső. Már is beloptad a szívébe magad, biztos. Igen. És aztán elindult egy ilyen barátság. Ilyen oroszlán attitűddel nem is lehet más gondolni rólad, hogy... Hát de ez csak a sérom. Egyébként én ilyen nagyon levegős jegy, tehát én ikrek mérleg, csupa levegőjegy. Tűz ellen például egy van a képletemben, csak... Tehát azt a tüzet is a levegő szítja. Mert ugye egészen picike tűzre...
És könnyen tudsz billenni, hogy most valamit nagyon szeretek, aztán kibillennek a más királynő, azonnal köszönöm. Hát az biztos, hogy azt szoktam mondani, az arany közép az nem egy ilyen gerenda gyakorlat, széles nagy mesdje az az arany közép, de és keresem a határokat. Rendesen, de most már szűkülnek ezek a határok, tehát még a 40 éves szülinapomra a férjem, aki zeneszerző szakszofonos hangmérnök, a Ciklon című dalt komponálta, nem kívánom magyarázni, nem hullámvasút ciklon, most már azt gondolom, hogy ez már szépen azért lesz elindult egy ilyen normál hullámvasúttá. Sose lesz unalmas, én ebben teljesen biztos vagyok azért. Hát igen, igen. No, és a Mária nénivel elindult egy ilyen barátkozás. Nagyon csodálatos ajándékokat kaptam tőle, például a Divináció könyve, ami ugye a taró könyve. Azt a tarókártyát adta nekem ajándékba, amit ő maga 10 éven át használt, és ezek nagy dolgok, mert én már akkor is energiában gondolkodtam, tehát úristen, ez a rezdgés benne, és kért is tőlem, hogy húzzak életfeladatkártyát. Az ötös jött ki, a hierofant, ő is meglepődött, ó, maga a hierofant. Én nagyon sokáig nem fogadtam el a spirituális gyógyító tanító szolgálatot, hogy így mondjam, nagyon sokáig nem fogadtam el. Én ellenkeztem, én hadakoztam ez ellen, mert az eredeti elképzelésem az volt, hogy énekesnő, színésznő, tehát a színpad, csak idézőjelben a színpad. És tulajdonképpen hát egy 7-8 éve volt az, hogy azt mondtam, jó, hát akkor megadom magam a sorsomnak, és akkor legyen, aminek lennie kell. És hát azóta nyilván sok helyen utána jártam, megnézettem, nem csak asztrológus, mexikói numerológusnál kíváncsi voltam. Pálmalevél, amivel kapcsolatban tele vagyok kételjel. Tehát, de érdekes, ezt mondod, tegnap ült itt Szures, aki a, tudom, a Nadi. Ért, nekem a Szures olvasta fel a pálmalevelemet. Nem vagyok benne biztos, hogy ez egy korrekt dolog. Na, ez is egy új információ. Lehet, hogy az, de lehet, hogy nem. Amikor a belsőd, ugye van egy elkötelezettséged, van egy karaktered, egy nagyon erős női kisugárzásod, és akkor azt mondják, hogy a spiritualitás az alázat, a dolgok másfajta megélése, ez a kettőség egy emberben ott van, és hol ez dominál, hol az. Meg lehet-e a helyes arányt találni ebből, hogy azért ez a kemény női attitűd legyen, és ugyanakkor a spirituális éned. A legfőbb kérdésem a központi, ami a nap mint nap, az az egyensúly. Tehát engem az egyensúly érdekel a legjobban. Tehát egy ikrek napjegy, dupla-dupla, dupla levegő, mérleg aszcendenssel, tehát egy állandó egyensúlyozásban vagyok. Állandó egyensúlyozásban úgy, hogy a határokig eljutok, és akkor nyilván jön a másik oldal. Most épp a kimerültségből a elvonulás, a full pörgésből a semmibe. De ott lehet töltekezni, hogyha ilyen monkey. Ó, persze, monkey de megérzem egyébként mi a váltásokat. Mi a küldetésed neked? És visszatérünk utána Mariska nénire, hogy ugye az összes ilyen numerológia azért meghatározza a pálmalevélnek, és a végén ott van, hogy x idő múlva neked hová kell jutni a ő szerintük. Mi a te küldetésed ebben a világban? Na most én már csak azért sem hiszek a pálmalevélben, mert megmondom, miben hiszek, én kvantumhívő vagyok. Ami azt jelenti, hogy amit én megfigyelek, és tulajdonképpen a megfigyelés és a teremtés párhuzamosan történik. Ez a lényeg a kvantumnak. Hát ez a lényeg. Hogy te vagy a befolyásolja. Tehát azt mondanám, hogy amikor én a pálmalevelemet megcsináltattam, erősebb volt a kíváncsiságom, mint a bölcsességem. Viszont nagyon érdekes, hogy most, hogy konkrétan évekre lebontva kaptam meg, de még azt is, hogy anyám, apám mikor távozik, hogy az egésszel kezdjek úgy valamit, hogy én Mátyás királyosan, hogy hoztam is, meg nem is. Van is, meg nincs is. El is hiszem, meg nem is. Mert attól kezdve, ha én ezt elhiszem, akkor nyilván ez dominánsan fog hatni rám. Azonnal föltennék egy kérdést, hogy asztrológiával kapcsolatban te akkor a determinalitást abszolút nem is tudod elfogadni, mert hogyha a kvantum gondolkodásba élsz, akkor te vagy, aki az életedet irányítja, hozol súlyokat, hozol lehetőségeket, de onnantól, hogy fölébredsz, onnantól te irányítod az létezésed és a gondolataidat. Vannak alapvető energiák, amik hatnak ránk. Tehát ezt azért tudomásul kell venni, hogy kvantumhívő ide vagy oda, a holdciklus az hatással van, főleg egy nőre, a nap, a bolygók, a körülöttünk levő energiák,
Nyilván van olyan, hogy valaki annyira megvilágosodott, hogy akár ezektől a hatásoktól is tudja magát függetleníteni, de azért a hétköznapi életben, ahol adót fizetünk, és gyerekeink vannak, és forgalomban vagyunk, nem tudsz folyamatosan egy mindenen kívül levő állapotban lenni. Én azt gondolom, hogy nagyon sokan megéltünk már ilyen csodákat, én is megéltem már, a legnagyobb csoda az volt, ami pont a A3-as munkám előtt volt 5 hónapom. A Budakalászon lakom, és ott a bányató partján megtehettem azt a luxust, megélhettem, hogy amíg a gyerekeim az óvodában voltak, tehát reggel, mit tudom, 8:30-9-től, délután 3:30-4-ig csak a vizet néztem 5 hónapig. És kaptam egy olyan csodálatos férjet, aki egyszer sem mondta az 5 hónap alatt, hogy drágám, hát ez a, ha már én dolgozom, a gyerekek óvodában vannak, valami kis vacsorát rittyenthetnél, vagy ebédet, vagy kicsit kitakaríthatnál, vagy hagyott, tehát ez egy csoda. Ez hihetetlen ajándék, milyen társat kaptam. No, mindegy. Most jól elkacskaringoztunk valójában a témától. Szerintem ott vagyunk. Akkor ott ül Mária néni, aki előre látta ezt az egész riportot, hogy fog lezajlani, mert elképzelhető róla. Mi volt az első kérdésed hozzá? Ó, drágám, hát én már nem emlékszem. Inkább szerintem most már térjünk arra a részére a kérdésednek, ha megengeded, nem érzed, hogy túl erőszakos. Á, nem. Hogy nincs nálam a kempingkorbács, az említett kempingkorbács, hogy erős kifejezés, azt mondtad, hogy mit gondolna Mária néni, mit üzenne Mária néni a ma kallódó fiatalságának. A kallódó azért egy erős, ha már kvantumosak vagyunk, erős rányomás, mert az már eleve egy ilyen lúzer pozíció. Úgyhogy én kivenném a kallódót, és azt mondanám, hogy a ma fiatalságának mit üzenne. És ráhangulódtam, és kértem is, hogy légy szíves, Mária néni, segítsél. És én úgy érzem, hogy azt mondaná Mária néni, hogy soha nem volt ilyen nagy lehetősége az emberiségnek abban, hogy megmutassa a saját teremtő képességét. És hogy eljött az a pillanat, hogy elengedjük apu kezét. Az apu alatt értek mindent, ami kívülről, felülről irányító rendszer, amihez nagyon hozzászoktunk. A pszichológia ezt úgy hívja, hogy szuperegós korszak. Tehát amikor van egy hatalom, valami, ami nagyobb és erősebb, és téged irányít, teljesen mindegy, hogy ez mondjuk kommunizmus, vagy vallás, mert mind a kettő arról szól, hogy én megmondom neked, hogy csináld, hogy helyes, te ne gondolkodj, ne kételkedj, mindent megkapsz, hogy tudd az élet receptjét. Tehát ez az időszak elmúlt, és egy teljesen másik korszak nyílt meg, ahol, aminek az első tipegő lépteit tesszük, amiben meg fogunk majd mámorosodni a saját teremtő csodánktól. Tehát ha a ma fiatalsága azt fogja várni, és itt nem csak a fiatalságról beszélek, hanem a ma kenyérkereső, munkaképes, erős férfiak, nőkhöz is szólok, hogy majd az államapu, mert ez is egy apu, a rendszerapu majd helyettünk megoldja, majd csak ő az, aki munkát teremthet nekünk, akkor elvesztettük a saját képességeinkkel és saját magunkkal való kapcsolatot. Nagyon egyszerűen úgy is mondhatnám, hogy aki állást keres, az állni is fog. Akinek elhivatása lesz, annak hivatása lesz, aki elhívódik. Tehát nem kívülről kell most már várni a dolgokat. Az, ha valaki kallódik, csak az önmagával való kapcsolat kallódik. És annak a kallódásnak a következménye, hogy sodródik és kívülről várja a csodát. Amit szerintem érdemes tenni, amin érdemes elindulni, hogy meghallani azt, hogy mi az, ami engem lelkesít. Ez a kulcsszó, lélekesít. Olvasás, tanulás, nem tudom, a vadvirágok, a bodza, a lekvárfőzés, az akármi. És elindulni arra, mert azt fogja majd nyitni azt az utat, ahol dolgunk lesz. Mondok konkrét példákat, hogy ne csak ilyen elméletekről legyen szó. Egy középkorú ismerősöm, hát elérkezett az élet azon pontjára, hogy tulajdonképpen kiégett abban, amit csinált. Teljes mértékben kiégett, abszolút nem lelkesítette semmi, már semmi. Nem is akart már élni sem.
összeomlott a szervezete is, beteg lett, kórházba került, tehát nyilván, amikor ki akarsz lépni az életből, akkor minden jön egyszerre. És aztán, amikor kijött a kórházból, akkor megkeresett, hogy nem talál semmi kapaszkodót, semmi értelmét az életnek, és mondtam, hogy könyörgöm, valamit találj már, keressünk már valamit, bármit, csak figyel, csak annyit csinálj, hogy figyeld, hogy mi érdekel. Mi az, ami egy icipici, ilyen picit is lelkesít, vagy valami kis örömforráshoz juttat. És akkor így gondolkodott, azt mondja, hát én hát röhelyesne fogod találni, én nagyon szeretek a piacon sétálni. Tetszenek a friss, ropogós gyümölcsök, zöldségek, a színek, a szagok, az egésznek a hangulata is, és azt mondja, én soha éltem, mert nem főztem, ez egy középkorú férfi, de úgy olyan szép ropogósak, hogy megkívánom, hogy milyen egy friss penótot megcsinálni, milyen egy céklasalátát összekeverni a joghurttal, és abban olyan szép rózsaszín lesz. Azt mondja, egyébként főzök szerintem különösebben jól, de rosszul se. Ezért mondom, ez csodálatos, mondom, ez fantasztikus, akkor indulj el ezen a vonalon, és menj el minden héten legalább 3-4-szer a piacra, és csak legyél ott. Nem részletezem a történetet, a lényeg az, hogy eltelt egy-másfél év, bevonzott egy párkapcsolatot, egy lekvárfőzőmániás nőt, aki ilyen csoda lekvárokat csinál, tehát nem egyszerűen csak lekvár, hanem tokai aszukkal, különleges fűszerekkel keverve, és jelenleg övék Budapest egyik legkülönlegesebb lakásétterme, ahol a főfogásokhoz, egyáltalán fogásokhoz, az ételekhez, zeneművet, illetve képzőművészeti, vagy fotó, vagy festményt is választanak, és úgy komponálják össze az egész varázslatos estét. Kitalálta, megvágyta, elindult azon a nyomvonalon, ami érdekelte. Ki az, aki, ha kívülről, felülről várod, azt mondja neked, hogy drágám, de neked olyan lakás éttermed lesz, ahol a képzőművészet és a zene is megjelenik összehangolva a fogásokkal. Ez egy tök egyedi dolog. Vagy mondok másikat. Hát 30-as évei vége, 40-es évei elején járó fiatalember, aki úgy érezte, hogy ő nem képes beszállni ebbe a 8-10, sőt, multinál 12 órás rabszolga nyomorúságos robotba. És igazából ami őt érdekelte, emberek, kommunikáció, bringázás, azt imád, haverkodni, bulizni, és mindez jól tud angolul. És őt mondtam, akkor bontsuk ki, itt lehet ezzel kezdeni. És kitalált egy olyan vállalkozást, először csak maga kezdte el csinálni, most már van 2-3 ember, akivel dolgoztat, hogy azok a külföldi, laza, általában fiatal külföldiek, akik többet szeretnének tudni Budapestről, mint amit az internet vagy az utazási könyvek által megtudsz, azokat kalauzolni, akár bringával, hát nyilván amikor jó idő van nyári hónapokban, akár gyalogosan, eljuttatni őket azokra a legjobb romkocsmákba, azokba izgalmas antikváriumokba, vagy ami őt épp érdekli, vagy ócska piacra, vagy bolha piacra, vagy bárhova, tehát mindig ráállva a turista igényeire, ahova ő magától nem jutna el. És akkor kis szórólapok hostelekben, mert nyilván egy ilyen dolognak leginkább a hostelekben megszálló emberek a célközönsége, és most már virágzik föl a vállalkozása. Tehát ezek, és még sorolhatnám a példákat, magyarul, ha te elkezded figyelni belül, hogy mit akar az a kis hang, mi az, ami lelkesít, ami erővel tölt el, akkor nem vagy elveszve, akkor nem kallódsz. Csak akkor tudsz kallódni, ha a magaddal való kapcsolatot elengeded, és még egyszer mondom, soha ilyen lehetősége az emberi megnyilvánulásnak, önkifejezésnek, önmegvalósításnak, mint ami most kezd el nyílni, és napról napra jobban nyílik, nem volt. És úgyhogy a ma fiatalsága egy egészen varázslatos kornak vagyunk tulajdonképpen az első fecskéi. Tehát rengetegen születnek most le, mert részesei akarnak lenni ennek a csodának. Ebben a teremtő mámornak igen, amikor a megfigyelés és a teremtés egyszerre zajlik, a saját magad felfedezésével, kibontásával és kinyitásával, hát ennek nem csoda, hogy ennyien részesei akarnak lenni. Tehát ugye pontosan az a fiatal, a 100 fiatalból 2, ha ismeri Szepes Mária nevét, ha tovább megyek, akkor a Vörös Oroszlán esetleg úgy beugrik a számukra, de nem ez a lényeg, ebben igazad van. Azért ajánljuk a Vörös Oroszlánnak a Wenzel Vera által megvalósított csodálatos monodrámáját a Vixenia stúdióban, láttad?
Hát nem volt szerencsém. El tudod képzelni, hogy másfél órában besűrítve monodrámában a Vörös Oroszlán? Zseniális. Én is nagy kételyekkel mentem. No, itt zárója bezárva, csak egy ajánlás köszönöm, volt. Köszönöm, boldogan elmegyek. Tehát nem véletlenül ültünk le, és erről beszéltünk. És ugye a fiatalok, akik a legnagyobb kiszolgáltatottságban vannak tartva anyuka által, állam által, stb. Mindent megtesznek az, hogy ne ébredjen föl, és akkor azt mondod, hogy akkortól indul el az életed, az utad, amikor te ki tudod a saját szemedet nyitni, és teljesen mindegy, hogy mibe kapaszkodsz az életbe, a bringába vagy a piaclátogatásba, de az már a te életed, és függetleníted magad, és onnantól van az út ahhoz, hogy te már önálló individuumként azt mondod, hogy létezem, mert addig csak, amíg kapaszkodunk, ragaszkodunk, addig mindig csak függő marionett figurái vagyunk a rendszernek. Igen, de azért ehhez a nagyon pozitív gondolathoz hozzáfűzöm azt, hogy kb. Két hetet teszteltem ki azt Uwe Albrecht féle karhoztesztel, amit ezúttal ajánlok mindenkinek. Volt én nálunk. Sokat kaptam tőle, voltam kurzusán, hogy az emberek 95%-a 96%-ban nem a saját életét éli. És nem a saját gondolatait mondja? Bocsánat, ez a másik. Tehát, hogy ilyen szerepeket fölveszünk, és lövésünk nincs, hogy mit miért teszünk, de valamit rákenőcsözünk, hogy én ezt ezért teszem. Hipnózisban vagyunk, így is mondhatom. Illetve egy másik szintén nem régen megjelent könyv, a szokáshatalma, mondjuk ott 80%-ot írnak, hogy 80%-ban az életünk szokásokból állnak. Tehát nyilván, aminek van előnye is, mert nem kell autóvezetésnél minden pillanatban mindenre összpontosítanom. És amíg működik a mesénk, addig gyönyörűen el vagyunk, csak amikor két olyan mese találkozik, ami nem ugyanazzal végződik, akkor jönnek a konfliktus helyzetek az életben. Mert mindenki a saját meséjét éli, abban él és virágzik és elképzel az életét, de ez mind az elme által kreált dolog. És amikor az önvalomba vagyok, és az a nagy kérdésem, mi az az önvalomba való tartózkodás, akkor élem az igazi valómat, és nem a mesénbe élek. Hát nekem erről az a hasonlatom jutott eszembe, hogy valójában ugye a mesénkben élünk az önvalónkban, mi vagyunk a báb figura, aki benne van különféle szerepekben, most te a kérdező, én meg a riporter, vagy interjúalany és riporter szerepben vagyunk. Oké, az már egyfajta tudatosság, amikor rájövök, hogy hú, hát de én vagyok a báb színész is, aki az egészet mozgatja, sőt, aki a dramaturg és a szerepet is írja a figuráimnak. De igazából ott kezdődik szerintem az érdekes rálátása az életünkre, amikor kívülről látjuk már a báb színészt és dramaturgot a figurákkal. Az már egyfajta tudatosság. Az a létállapot, ahol mondjuk az önvaló megcsillanhat. Amikor megfigyeled már önmagad, és nem te vagy maga a bába és az elme, amit teszed dolgokat, hanem te megfigyelő vagy a saját elméd cselekedeteire is. Így hát tulajdonképpen erről ír mindenki, a Ramana Maharshi, a Eckhart Tolle, mindenki. Így van. Mindenki. Hát kedves fiatalok, remélem, hogy tudtunk Sumával nektek valamit adni. Szepes Mária által, mert hogy egy fél mondatot elcsíptetek, hogy megkérdeztem most Mária nénit, hogy most mit mondana a gyerekeknek, és onnantól vetted fel ezt a gondolatot, és ez nekem nagyon tetszett, mert nem te mondtad, hanem csatornáztál ide, egy dolgot. Ide még egy Mária néni idézett szó szerint, azt mondta Mária néni, hogy az egyetlen realitás a csoda. Ami azt jelenti, hogy amikor a csoda megtörténik, akkor te abból a balagyféltek és előre programozott, struktúrában levő hipnózisból, megszokásból, beégett mintázatból kilépsz, és hagyod, hogy kinyíljon az a valami multidimenzionálisan. Csodálatos. Szepes Márin, egy másik mondatával szeretném ezt a dolgot bezárni, hogy a zseni és a normális ember között az a különbség, hogy a zseni sokkal több agysejtét képes megnyitni, hogy sokkal több fény áradjon be. Ugyanezt mondtam el szerintem, amit elmondtál, de ez a képességünk megvan, hogy a fény gyermekei legyünk, hogy minél több fényt engedjünk be. Kedves nézőink, nagyon köszönöm, én nagyon élveztem ezt a beszélgetést. Én köszönöm szépen. Későbbi és további adásainkat a www.vntv.hu weboldalon vagy a YouTube megosztó portálén láthatjátok, viszontlátásra.